Székesfehérváron a Barátságházában tekinthető meg Göttingen járás és Fejér megye által közösen kiírt Művészet és Irodalom című pályázatának utolsó kiállítása. A 2000-es milleniumi ünnepségünk kapcsán jött az ötlet, hogy a két megye fiataljai, a történelem, a honismeret és az irodalom által bemutatkozhatnának egymásnak. Magyarországon 43 megyei iskolából 360 pályamű, míg Göttingen tartományban 19 iskolából 430 alkotás érkezett be a zsűrizésre. Ezekből a munkákból 6 kiállítást rendeztek a szervezők, amelyek mindkét országba eljutottak. A most megtekinthető képek az utolsó kiállítás darabjai, a díjazott pályamunkák. E mozaik darabkák bemutatják, hogy a német fiatalok hogyan látják megyénket, illetve az itteni diákok milyennek ismerték meg Göttingen tartományt. Hát nagyon örülünk annak, hogy ezen projekt keretében már két reál iskola, egy Fehérvári Reál Gimnázium és a Giboldeni iskolában kapcsolatok kezdődtek. Azt reméljük, hogy számos más iskola is egymással kapcsolatba fog lépni, valamint ugye a másfél év a kiállítások tapasztalatai alapján, ami igen-igen sikeres volt, gondoljuk azt, hogy számos más projekt fogunk tudni ezen tapasztalatok alapján elindítani más körben is.